Sziasztok! Egy kis szünet után az újra a filmtár adás, viszonylag új filmmel, a Napóleonnal, amelyet egyébként nagyon vártam az első előttesek alapján. Ezt sajnos rá kell tennem, hogy azért nem érdemes manapság minden filmet annyira várni, mert hát csalódás lehet a vége. Azért is tettem ezt, mert a Mennyi Királyság ugyan rossz film volt, majdnem, amikor megjelent, viszont a bővítette például sokkal jobb lett. A utolsó párbaj nekem tetszett, és a régi duelist is. Amíg az első film Scottnak, hát az Alien az egyetem, hogy kedvenc. A Gladiátort is szeretem, de amíg én nem vagyok őrült fanja, mert az is elég pontatlan volt, azért ezt ne felejtjük el. Nem sok köze volt olykor a történelemhez, történelmi ilyes maximum, ami volt. És hát elég gicses, azért ezt ne felejtsük el. De nekem még az is jobb talán, mint ugye ez a film. Ami nekem csalódáskeltő volt, mert kapkodott, és közben nagyon sokszor unalmas is volt. Pedig 2,5 órás volt, viszont azt hozzá kell tennem, hogy ennek ellenére nem éreztem a fenekem, a lábam, semmit, tehát nem akartam elmenni, nem éreztem a 2,5 órát, hogy eltelt, úgyhogy végül is ezt a célját meg elérte, annak ellenére, hogy nagyon sok történelmietlen dolog volt a filmben, még nem sok köze volt a valósághoz, nagy valószínűséggel, illetve olyan dolgokat domborítottak ki, itt például Josefina és Napóleon kapcsolata, ami nem biztos, hogy ilyen részletesen ennyire széttolva olyan sokat érdekelne hosszabb távon. És közben belerakták a csatákat, és egy olyan kontraszt alakult ki, ami miatt hát, néha komolyan lehetetlen volt a film, miközben a csaták koponyak voltak, látványosak, zúzósak, durvák, véresek. És néha elég hosszak, mint a Waterloo-i csata, amely elég hasonlott egy dolog az 1970-esre egyéb iránt, bár az alakzatok nem teljesen voltak mindig láthatóak, mint ott. És ott 12 000 vagy 15 000 statisztával dolgoztak, itt meg azért nagy rész gondolom CGI-jal. De ezek a csaták véresek voltak, komolyan vehetőek voltak, bár olyan izgalom feszültség nekem nem volt, mint például vicces volt a Fantasy 2 torony, vagy Király visszatér ugye filmekben, a Gyűrűk ura 2-3-ban, ahol a mai napig el tudták azt élni, hogy ha már 51-re nézem is újra, izgulok, feszültség van, látvány. Olyan igazi csata feeling, ami mai csomó történelmi filmben nincs benne, és egyébként itt is hiányzott egy kicsit, ez ilyen volt látványos, epikus, mit tudom én. Nagyon éreztem izgalmat, nagyságot, mindeközben tényleg látványos volt, és mellette pedig itt vannak a hálószobai titkok edition, ami nekem azért volt szintén olyan felemás, mert nem volt rendesen részesen kidolgozva. Josefina kapcsolatát olyan mélyen nem ismertük meg Napóleonnal. Azt viszont tudni, hogy a valóságban Josefina egy olyan, hát részben tanácsadója is volt Napóleonnak, is részben helyettesítője, amikor nem volt otthon a háborúzgatások miatt, akkor majdnem ő helyettesítette egy csomó ügyben, nagyon sok herceggel, báróval tárgyal, és erre csak egy fél mondat utalás van, amikor Josefina azt mondja a filmben, hogy mindig én takarítom fel a mocskot utána, amikor háborúzol, körülbelül ennyi. Az anyával való kapcsolat az csak egybe két jelenetben jött elő, pedig nagyon fontos volt az anyja Napóleonnak, nem csak Josefina. Az valahogy az, hogy Josefina fontos volt neki, de lehet, hogy nem ennyire, és azért ha kellett, lehet ide-oda dobálgatta már olyan szempontból, hogy nem mindig kellett volna, hogy mellette legyen. Valójában valószínűleg így volt, és biztos, hogy hosszabb távon szerették egymást, ilyen plátói szerelem volt, mert sosem volt talán igazi szerelem ez. Inkább érdekszerelem vagy érdekházasság, hát tényleg elég volt egy kis lilaköd, de utána én nem éreztem azt a filmben is, elveg a leírások alapján is, hogy tényleg ennyire szerette volna, inkább ez egy ilyen sevelet se nélkül lett kapcsolat, egy plátói olyan szerelem, ami igazából nem egy igaz szerelem. Egy kicsit boncolgatná ez a film is ezt, de lehet, hogy majd a bővített változatot fogja ezt jobban kidolgozni, hogy valószínűleg majd a különböző fontos történelmi eseményekhez vezető utat is, mert van egy csomó helyszínünk. Évszámunk. Ilyen szempontból egyébként jó a film, hogy aki nem tudná, hogy mikor történt, miután, stb. Viszonylag jó, annak ellenére, hogy kihagyták az itáliai és a spanyol hadjáratot egyébként. Meg még egy-két dolgot, például a Napóleon kód törvény csomagot, ami egy olyan fontos mérsőt, ami mai napig hat Franciaországra. Kulturálisan, jogilag, törvényileg. És hát itt van a Napóleon komplexus, vagy mi a franc, a betegség, ami maximum részben látható tetten a filmben, de igazából nem domborítják ki.
Napoleon nagyságvágya, hatalomvágya azért az benne van. Sokan ezt nem kedvelték, azt mondták, hogy Toronto diktatórikusnak ábrázolta a rendező, de amit ugye a végén is kiír a filmben, hogy hányan haltak meg, az, jól emlékszem, az csak a franciák számát írja le egyébként, tehát a saját embereinek halálának a számát, nagyságát. És azért az elég durva. És nekem ez mai napig egyébként meglepő, hogy miután 460 ezer ember csak az orosz hadjáratban meghalt, francia, és talán részben osztrák, német is, nem tudom, hogy voltál a csapatban még a korábbi csatákból, az hatalmas összeg. És ezek után nem megölni, őt nem lefejezni, mint sokan másokat előtte egyébként, mint Marianne Antoinette-et és a többieket, amit láttunk a film elején. És hát utána, amikor a Waterloo csata is előjön, és megint nem ölik meg. És megint száműzik, bár mondjuk az már igazából egy ilyen halálig tartó börtön volt, egy nagyon dohos körülmények között. Az nekem furcsa a mai napig. Ez így történt a történelemben is, de nem igazán értem. Tehát aki ekkora halálhajstromot sor csinál a saját országában lévő polgárokból, katonákból, és mindemellett pedig éhezik a katonák, az nekem olyan furcsa kettősség. Egyébként ez sem volt szerintem annyira bemutatva, hogy Napoleon nagyon jóba volt a katonák, ekkor a hadsereggel, az utolsó szava egyik is a hadsereg, a Franciaország és a Józsefina mellett, halála előtt, de ez annyira nem jött át a filmből. Talán egy-két apró jelenet jelezte azt, hogy kedvelik a katonák, de hogy pontosan miért, ez csak inkább így éppen, hogy oda lett mutatva egy pár jelenet soron belül, annyira nem jött át. Tehát, ott van például, ha már így visszatérek a király visszatérhez, Théoden beszéde 6000 fős lovassereghez, mennyire érthető és mennyire látszik, hogy ez a 6000 fős sereg rohamból, mennyire együtt ér ez a király, igazat ad neki, és hogy mennyire kedveli királyát, ez mennyire őrtesen átjön. És itt nekem ez például nem jött át, pedig elvileg, már ugyanez volt a helyzet Napóleonnal. Katonák, a hadsereg imádta, mert ő velük együtt volt sokszor mindenben, segítette őket, tisztelte őket elvileg viszont. Mondom, erre vannak utalások, van egy-két jelenet is talán, de valahogy a 2,5 óra során ez nekem nem jött át. Még a király visszatérve elég igazából csak az egy jelenetet nézni, amikor Théoden beszédet mond, és rárohamoznak a majd 200 000-es orkseregre, hogy kisratessék, majd megvédjék a Minas Tirithi ostromban a várost. Tehát ez nekem sokkal erőteljesebben átjött. Pedig az egy fantasy. Tehát ilyenkor látszik az, hogy azért mennyire sokat tesz hozzá egy nagyon jó koreográfia, nagyon jó rendezés, amikor érzed, hogy szinergia van, kémia van a színészek és a katonákat játszó statiszták között például, meg a rendező utasításával mennyire együtt van az egész, mennyire ott a kémia. Mennyire érződik, hogy ez egy valódi sereg, és hogy éhenzik a vezetőjüket is fordítva, és tisztelik egymást, és bármit megtetének országukért. Nekem ez itt nem sokszor jött át, ami az elég durva, mert elvileg a francia katonák, a hadsereg és Napóleon tényleg nagyon szerette volna Franciaországot magasabb szintre tenni, és hogy ellenségeikkel végre egy teljes mindenkorra véget venni, mindemellett Napóleon komplexus nem hiába van. Ez egy őrült volt olykor a pasas, és diktátor is valamilyen szinten, de közben voltak érdekes törvények, amikről meg megint nem tudtunk ugye meg semmit, amelyek mindenhonnan a mai napig kihatnak. Szóval egy kicsit ilyen katyvasz ez a film, mert egyébként a jelmezek csodálatosak, a zene is tök jó, hangulatos, most is tudom majdnem még a fő témáját, ami Napóleon témája. A színészek is tök jó, főleg Vanessa Kirby. Szerintem a legjobb az ő. Bár az ő karaktere is, mint részben már utaltam rá, kicsit elsenyvedett, mert sokszor csak mint egy darab fa majdnem. Annyi az, amit ő tesz fizikailag. Nem is beszél egy csomószor, csak nyűg, vagy éppen utalgat rá valamire. Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból komplexebb lesz a karakter, hogy hagyják egyáltalán beszélni. De alig láthatjuk, hallhatjuk beszélni. És egyébként Napóleon is sokszor csak motyog, dörmög az óra alatt egy-egy parancsal.
és nem igazán bontakozik ki. Nem tudom, hogy valójában is tényleg ilyen volt-e, ilyen szikszavú, ahogy mondjuk az a Fina is, aki által egyébként nem volt valami szép nő, és hát idősebb volt valami 8 évvel, 6 évvel Napóleonnál, míg itt ugye akkor majdnem ennyivel fiatal, sőt, hát többel is fiatalok, bőven, 10 néhány évvel talán, mint hát 15-tel is, mint van ezt a körül. Szóval ez is egy ilyen furcsa elfelejtés, ahogy Napóleon meg sokkal fiatalabb volt ugye valójában, minden 50 közeli, mint most ugye Főnix. Amúgy Főnix is nem mászik rosszul, de nem az a legjobb szerepe életem, hát karakterein, meg szerepvállalásaim belül. Hát volt ennél bőven jobb, nem is egy, de nem rossz. A mellékkarakterek sem rosszak, már amennyi játékidőt tudnak szentelni nekik. És hát a humor az hol, tényleg humoros volt, hol erőltetett és kivette azt a háborús dráma feelinget, ami alapvetően jellemezni kellett volna a filmet, kivette belőle a nézőt, vagy kivetette, inkább így mondanám. Sokszor majdnem ilyen Marveli volt a humor, tehát ami egy kicsit furcsa egy ilyen típusú filmben, és a Gladiátorban mennyi kérdésekben aztán nem engedte meg a rendező, és övített változatokban sem, ahogy utolsó párbajban sem. Mondjuk volt egy mondat, amire sokan még kiegyezték a figyelmüket, hogy arra utal egyébként Josephine szelleme, csak hogy, hogy jobb lett volna, ha ő lett volna a császár. És nem Napóleon a császár, hogy ez mekkora sértés, hogy feminista valami, hát ez egy fél mondat, hát most az egész film azért nem erről szól, véleményem szerint. Bár azt hozzá kell tenni, arra az kíváncsi lettem volna, hogyha nem válnak el Josephine-ával. Meg mondjuk Josephine nem hal meg korán, mint ahogy végül, szemtorógyik miatt, akkor lehet, hogy más lett volna egyébként pár dolog. Tehát lehet, hogy nem lett volna akkor a hír Napóleonban, mert lehet, hogy Josephine összefogta volna valamennyire, bár ezt azok után kétlem, hogy azért a háborúban mindig elment, ha úgy érezte. Nem volt teszetosszaság ilyen téren Napóleontól. Nem tudom, hogy lett-e volna máshogy valami, de lehet, hogy azért valószínűleg hatással lett volna a dolgokra. A díszletek, nem azok, amit mondtam, azok mesterek. A fényképezés is szerintem tök jó. Mondjuk a legtöbbször azt hiszem ez a operatőr dolgozik Scott-tal. Jó várost alkotnak. Ami hát még reményt adhat nekünk még, hogy ez a film majdnem olyan minőség, mint a Mennyei Királyság alapváltozat. Bár lehet, hogy annál egy kicsivel jobb ez most az alapváltozatnál. És hát abban biztosok csak, hogy 4 óra 10 percre szánt körülbelül rendezői változat, az jobb lesz ennél. Azokat a lyukakat betömi, amik láthatóan ott vannak a filmben, érződik nagyon sokszor. Nem csak, hogy az a finás kapcsolatos szárban, hanem a csaták egy részén. A legbiztosabb szerintem a Boris-Lói csata volt. Főleg, hogy ott a kozákok meg az oroszok ott támadták a vonuló hatalmas csapatot, az kicsit olyan pucs volt, és annak kellene, itt hatalmas számok voltak ám, volt olyan, és hát ahol minden oldalon majdnem ilyen 100-120 ezeren voltak, és itt ez nem annyira igazán érződött, igazság szerint, pedig a Mennyi Királyság meg tudtak csinálni akár 200-200 ezeres csapatot is, mai napig pedig az 2005-ös film, itt nem igazán érződött sokszor ez, mondjuk a Waterloo-i csatán azért igen, mert az hatalmas méretű volt, minden téren, meg ugye, hát az egy ilyen epikus lezárása volt a hadi karrierjének, ugye Napóleonnak. Hát azt kell mondanom, hogy ha a pontosabb ábrázolást szerettek, akkor nézzétek meg a Waterloo című 1970-es Napóleont. Bár az meg annyiból rossz idézőjelben, hogy nagy rész Waterloo-i csatára fókuszál, de azt biztosan látványosan 15.000 statisztával pontosan. Megalkotva viszont az előtte lévő dolgokat nem láthatjátok. Ugye itt annyiban pozitív ez a film, hogy láthatjátok, mikor egy csomó dolgot egyébként meg is másítanak szinte. És akkor van a 4 részes Napóleon sorozat franciáktól, Christian Clavier-rel 2002-ből részben magyarok dolgoztak rajta. Ezzel meg az a gond, hogy ez elég részletes, de hát közelében nincs azoknak a látványvilági jellemzésének, amit ezt a filmet, vagy akár a
még a 70-es Walterot is talán jellemezte volna. Tehát látom, hogy bőszelen marad, és nagyon pozitívan áll Napoleonhoz. Tehát ez a másik vélemény. Sokan szitták, hogy itt nagyon negatívan állnak hozzá Napoleonhoz, aki részben egyébként egyre jobban elhatalmasodott a hatalom vágya, és diktátori jelleget öltött föl, szóval azért nem mondanám én sem szuper jónak, de voltak pozitív hatása is a politikájának néha. De a másik véglet sem jó. Tényleg, hogyha meg jó, hogy nem szentként mutatjuk be. Tehát annak a sorozatnak egy kicsit meg az a baj. Tehát így tökéletes Napoleon filmet nem nagyon alkottak. Igazság szerint. Amiben igazán bízok, az a két Stanley Kubricknak elvileg a Napoleon filmjéből sorozatot bemutatni vágyó Steven Spielberg próbálkozás. Elvileg tovább már megkezdtük az előkészületeket. És azt hiszem az HBO-ra tervezik, de most nem vagyok be teljesen biztos. Vagy a Netflixre, vagy az Amazonra valamelyikre. Minden esetre az inkább érdekelne. Azt hiszem. Főleg így az elit alakulat, hűs alakulat, meg most majd a levegő mesterei tekintetében. Hát ugye amelyeket végig Steven Spielberg producált Tom Hanks mellett. Hát, azt jobban várom Napoleon ügyben, hogy az azt talán közelebb áll majd a valósághoz, az igazsághoz. Ez a film, nem csak hogy ez nem állt elég közel, hanem sokszor mondom, kicsit unalmas volt. Voltak nagyon nagy hibái, hatalmas lyukak vannak láthatóan. Tudjuk, hogy körülbelül hol vághatott az olló. Egy dologban tudok tényleg bízni, hogy itt is a bővített verzió jobb lesz. A Scott egy csomó más művénél. Aliennél is jobb volt szerintem. A Gladiátor annyira sokat nem adott, a Mennyei Királyságnál nagyon sokat adott hozzá. És volt még valami, tehát az American Gangsterhez is igen elég sokat adott hozzá. Tehát azért lehet még bízni abba, főleg, hogy itt adja a legtöbbet hozzájáték időben. Ugye, majdnem 100 percet, ha jól emlékszem. Úgyhogy 90-et, vagy így, 90-100 perc között, ami azért nem kis plusz. Eddig ugye azt hiszem a Mennyeinél volt 45 perc, ami nagyobb volt. És a legtöbb, többet a dupláját fogjuk kapni, úgyhogy elvileg még akár tudnak vele javítani majd a minőségén a filmnek. Na hát ennyit akartam én szerintem mondani. Filmről egy ilyen 55-60%-ot adnék neki, mert azért moziba az egyszer nem volt rossz, de olyan hú, de jó sem. Elég nagy csalódás. Még a Vonkán gondolkodom, hogy ezt majd barátnőmmel megnézzük, mert elég jókat írnak róla. Írják ugyan, hogy kicsit szirupos, gyerekes, de egy karácsonyra tökéletes, és nem olyan rossz egyébként. Hát, meglátjuk, így ez a Willy Wonka előzmény film, Charlie és a Csoki gyerekek előzmény filmje, bár jobban hasonlít állt a 70-es eredetihez. Képi világában persze már jobban néznek ki a dolgok, de hogy például az umpalumpák ugyanúgy néznek ki, ilyesmi. Meglátjuk. A Gladiátor 2-t is most már egy kicsit jobban félve várom, de állítok, ott nagyon megcsiszolták az évek során a forgatókönyvet, mert többször is átírták, tehát lehet, hogy ott azért már egy olyan állapotban van a végső forgatókönyv, amire bizakodásra adhatok ott. Hogy azért ezzel annyit dolgoztak, hogy csak nem cseszik el. Majd kiderül, szerintem az is az legalább 2,5 órás ismerve Scott mostani hosszabb filmjeit, meg lesznek ott történések, hát majd meglátjuk. Addig is úgy köszönöm a napóleoni figyelmet. Sziasztok!